ez az indiai citromfű. Ez nagyon jó, ha hagyom a... Ez van anyukámnak. És ezt rakja mindig a ruhára, hogy a szűnyogok ne jöjjenek. A gyógynövényekkel és használatukkal is megismerkedtek a gyerekek a Völgységi Múzeum által szervezett nyári táborban. A szervezők igyekeztek minél érdekesebb, változatos programokkal lekötni a diákokat, törekedtek arra, hogy az előadásokkal és a kirándulásokkal bővítsék a gyerekek tudástárát. A hétfőtől péntekig tartó napközis táborba örömmel jöttek el a fiatalok. Voltunk Závodon, voltunk a Tűzoltó Múzeumban is, és ott beleülhettünk egy kocsiba, és a régi tűzoltósági kocsikra ráülhettünk, és felvehettünk sisakokat. Jerkovics Réka azt is elmondta, hogy neki a fazekas foglalkozás tetszett a legjobban. Mert ott megtanították, hogy hogy kell kézzel agyagozni, és ott csinálhattunk olyan agyagot, amilyet mi szeretnénk. Vértes Védának a kézműves foglalkozások voltak a kedvencei. A kedvencem az a batikolás volt, az hétfőn volt, és nagyon tetszik a tábor, meg kézműveskedünk nagyon sokat, és az tök jó. Csináltunk pólókat, és azt így össze kellett gumizni, és arra festéket kellett rá önteni. A gyógynövények világába Fricsi botján Noémi kalauzolta el a kicsiket, akik aktív közreműködői voltak az előadásnak. A gyógynövényekről hallhattak egy kis ismertetőt, úgy általában ami a legismertebb gyógynövények a kertben, illetve az otthonunkban, illetve fűszernövényekről is egy kicsit. Nagyon távol kerültünk a természettől, tehát minden, ami körülvesz minket, az mesterséges, és szerintem a gyerekek az a potenciál, akik meg tudják ezt újra változtatni, és újra vissza tudnak találni a természethez, csak ebben segítséget kell adni nekik. Ugye az a generáció már nincs meg, aki meg tudja tanítani a természet közeliségre őket, úgyhogy így apránként vissza lehet szoktatni őket, hogy igenis a természet az, ami segít nekünk nagyon sok mindenben. Volt olyan gyógynövény, illetve fűszernövény, amelyet ismertek, mert otthon mondjuk a kertben is van, főleg akinek családi háza van, és most már ezt így örömként mondom el, örömhírként, hogy egyre több családi házban kis kertek, veteményes kertek, gyógynövényes kertek is vannak, úgyhogy van, amit ismertek, van, amit nem annyira. De a gyerekek mindig nagyon okosak és ügyesek, úgyhogy megtalálják a válaszokat mindig. Hoztam nekik citromfű mentaszörpöt, illetve bodzaszörpöt, megszagoltuk az illóolajokat, illetve a hidegen sajtolt olajokat is, aminek volt illata. Szoktam szappanokat készíteni, azokat is megszaglázták, illetve mákot bontottunk föl, ez már csak ilyen kis kuriózum volt, mert azt a gyerekek nagyon szeretik, és kiszórtuk a kis mákszemeket, illetve a hagymának a virágát hoztam, ami már magba ment, és azt potyogtattuk ki. Úgyhogy ezeket nagyon szeretik, ezeket a dolgokat. A két turnusból álló tábornak ez volt az első állomása, és minden előre eltervezett programot meg is tudtak valósítani a szervezők a gyerekeknek. A hétfőn volt egy múzeumi napunk, amikor itt a múzeumnak a gyűjteményét mutattuk meg. Ez egy ilyen hangolás volt, hogy a gyerekek is egy kicsit jobban megismerjék egymást, a csapattá kovácsolódjanak. Ugye ez most egy meglehetősen családias tábor, az első két napon 20-an voltunk, az utolsó három napon pedig 12-en. És megmutattuk ugye a múzeumnak a gyűjteményét, egy kicsit mindenki hangolt lélekben, hogy mik ezek a régi tárgyak, mire valók, egy kicsit az örökségnek az illatát felszívtuk. Aztán utána indultak a túrák, ugye kedden elmentünk Závodra, megnéztük a fakverkházakat, körbesétáltunk a településen, igyekszünk minél több kézműves foglalkozást tartani, most a háttérben éppen Botján Noémi tart egy gyógynövényes foglalkozást. Ennek a hétnek az volt a célja, hogy a gyerekek minél több élménnyel gazdagodjanak. Tehát ne csak abban a környezetben legyenek, ahol mindig is vannak, hanem igyekeztünk egy kicsit kirobbantani őket a komfortzónájukból, egy kicsit újat mutatni nekik, hogy olyan tárgyakat fogjanak, próbáljanak ki, használjanak, olyan mesterségekkel ismerkedjenek meg, amiről valahol tudat alatt tudnak, de például, hogy egy kádár mit csinál, egy bognár mit csinál, ezt nem feltétlenül tudnák maguktól megmondani, viszont így, hogy látják a tárgyakat, kézbe fogják őket, megértik, hogy ezek hogyan készülnek, talán kapnak egy kicsit olyan tudást, egy olyan szemléletmódot, ami később is jól fog jönni nekik az életben. Illetve hát most már így három nap elteltével látszik az, hogy még hogyha nem is tűnik úgy, hogy mindig mindenre odafigyelnének, rengeteg információ megmarad. Tehát ezek a napok, ez nem veszik el.
tegnap előtt voltunk Závodon, tegnap voltunk Mecseknádasdon, most megint egy kicsit a múzeumba fogunk összegyűlni, ugye most hamarosan átismertünk a pincetárlatra, amit nem szoktunk állandóan megnyitni. Ott ugye nyáron rendkívül kellemes a klíma, illetve ott is vannak régi mesterségekhez kapcsolódó dolgaink, amik megint talán egy kis pluszt adnak a gyermekeknek. Pénteken pedig Bátorpátiba fogunk ellátogatni, amit már mindannyian nagyon várunk, és akkor ezzel zárjuk az idei első táborunkat. A pincetárlatnál jobban csak a padlástúrát várták a gyerekek, amire ígéretet is kaptak a múzeum dolgozóitól, így a tábor utolsó napján felmehetnek majd a múzeum tetőterébe is körülnézni.